szerencsére lámpákkal nem lehet látni, milyen sokan voltak. Jézus Máriam, akkor kiabálni fogok. Szóval, Szűcs Miklósnak hívnak, festő vagyok. Magyar állampolgár. Idefelé jövet, gondolkodtam rajta, hogy kerülök én ide. Talán úgy, hogy festő, képzőművész nem igen hallatta a hangját az elmúlt másfél évben. A rendszerváltás idején sokszor gondoltam arra, hogy most végre olyan országban fogok élni, ahol egy festő békésen maszatolhat műtermi magányában, és nem kell tudnia, hogy hívják a gazdasági minisztert. Hát ez... Hát speciál ez nem valósult meg. És úgy tűnik, hogy nem is fog a közeljövőben. Talán azért vagyok itt, veletek együtt, mert fel vagyok háborodva. Fel vagyok háborodva. Buli van, odaállt az operába. Tizenhárommilliós buli. Ünnepelnek a lelkes parlamenti gomnyomogatók, gumiperkés csokornyakkendőjékben az új méltóságok, csapkodják egymás tenyerét meg a magukét, megcsináltuk. Nem hittük, nem akartuk elhinni, de tényleg megcsinálták. A tegnap életbe lépett új alkotmánnyal, bocsánat, alaptörvénnyel, föltették az íre a pontot, eltemették a harmadik magyar köztársaságot. Sok munka van ebben a másfél éves pusztításban, elsorolni is alig lehet. Cirkuszt csináltak az alkotmánybíróságból. A köztársasági elnöki intézményből. Lenyúlták a magányügyi pénztárakat. Kiéheztetik a kultúrát. Megszüntették a sajtószabadságot. Megszüntetik az egyetlen ellenzéki rádió. Lehetetlenül teszik a kisegyházakat. Tönkreteszik gyermekeink iskoláit. Közpénzből finanszírozott színházak ajándékoznak náciknak. Katasztrofális gazdaságpolitikáinkkal elértéktelenítik kis megtakarításainkkal, szembe menetelnek az unióban. Hadd ne soroljam tovább. Nyomorú, herciáskodó kis poszfészket csinálnak országunkból Európa közepén. Ők ünneplik magukat. Mit képzelnek ezek az emberek magukról? 20 év múlva vajon ki fogja tudni, hogy ki volt Semmilyen Zsolt, vagy ki volt Lázár János, ki volt Szalai Anna Mária. Legfeljebb néhány, amíg emlékszünk, ki volt Lakatos Arztás. De alig hiszem, hogy 20-30 év múlva ne tudnánk azoknak,
a sokszor idegen színűnek titulált íróknak, festőknek, filmrendezőknek, muzsikusoknak, tudósoknak a nevét, akik a kultúra révén Magyarország valódi képviselői. Mert ők és még oly sokan mások teszik élhetővé és szerethetővé ezt az országot. Együtt a pékekkel, tanárokkal, orvosokkal, tűzoltókkal, rendőrökkel és mozgalomvezetőkkel, a pékfarmókkal és szabadtáncosokkal. Az anekdóta szerint a múlt század 10-es éveiben a parlament kapott egy telegramot. Így szólt a telegram, kedden 3-kor érkezem, Csorfári. Lehetett és lehet ezen nevetni, de ki emlékszik egyetlen képviselőre is abban a magyar parlamentben. El fognak fűnni a most ünneplő sajtrugaskákat majszoló kisesti és hölgyek, és smokingos, bocska és uraságok is. Eltűnnek hamarosan. Mi pedig itt maradunk, és eltakarítjuk a romokat. Csak ki kell bírni magunkat. Nehéz időt járni, és még sokkal nehezebb idők jönnek barátaim. Igen, néhányan meg fogjuk szívni, nem is kicsit. Az is, akinek van munkája, még inkább akinek nincs. De leginkább az a körülbelül 3 millió mély szegénységben élő ember, akiknek a gyereke rendszeresen, éhesen élő iskolába. Akik ma, holnap és holnap után veszítik el az otthonukat. Gondoljatok erre a 3 millió emberre, és ha tudtok, segítsetek neki. Mert a bajból mindig nekik jut a legtöbb. És ez a hatalom már régen leírta őket, nem törődik velük. Igen. Egy dolog menthetnek bennünket, mindannyiunkat. Az együttérzés, az összefogás, ha nem félünk. Álljunk ellen a hamis, páváskodó operátoroknak. Ragaszkodjunk a demokráciához, ragaszkodjunk Európához. Köszönjük szépen!